Legfontosabb az, hogy összességében kiemelkedő eredményeket értünk el, azt gondolom. Sikeresnek értékelte Vitályos Eszter a norvég alaptámogatásával megvalósuló hazai beruházásokat és fejlesztéseket. Az Európai Gazdasági Térség és a norvég finanszírozási mechanizmusok 2009-2014-es időszakának ünnepélyes budapesti záró konferenciáján csütörtökön. A miniszterelnökség Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkára szerint ugyan akadtak nehézségek a megvalósítás során, és számos új kihívással is szembe kellett nézniük, de a folyamatból a résztvevő országok profitáltak. Vitályos Eszter kiemelte, összesen 42 milliárd forint érkezett a norvég alapon keresztül Magyarországra, amiből több területen valósítottak meg különböző fejlesztéseket. Összességében Magyarországon 7 olyan programterület van, amely a norvég alapból kapott támogatást. Itt a legkülönfélebb projektek valósultak meg, például turisztikai beruházások, kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos projektek, környezetvédelemmel kapcsolatos projektek és különböző civil együttműködések. A norvég nagykövet gratulált a programok megvalósításához, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a támogatási összeget nem sikerült teljes mértékben felhasználni. Olaf Berstadt hangsúlyozta, az a céljuk, hogy a következő program időszakban egy még sikeresebb együttműködés során ez ne történjen meg ismét. Kitért arra is, hogy hamarosan aláírják a szerződést a 2014-2021-es időszakról is, amelynek a célja az egyenlőtlenségek csökkentése és a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése. És a következő időszakban 214,6 millió euró áll rendelkezésre, ugye ezt a három ország adja össze, Norvégia, Izland és Liechtenstein, és Magyarország a harmadik legnagyobb kedvezményezettje ennek, ugye Lengyelország, Románia után Magyarország következik. A nagykövet elmondta, 2004 óta összesen 6 milliárd eurót bocsátottak az európai kedvezményezett országok rendelkezésére, köztük Magyarország számára is. A támogatás keretében több mint 600 projekt valósult meg Magyarországon.